Nagy a sürgés-forgás ennél a madáretetőnél a kora reggeli órákban, de jól láthatóan csak cinegék fogyasztják a kihelyezett táplálékot. Pár évvel ezelőtt egy hasonló etető még házi verebekkel volt tele, az állományuk azonban folyamatosan csökken. Kutatások szerint Európában 247 millió példányában van kevesebb, mint 1980-ban. Ebben jelentős szerepe van annak, hogy ma már teljesen más módszerekkel művelik a mezőgazdasági területeket, mint pár évtizeddel korábban. Ezek a verebek a fiókáikat rovarokkal etetik, és később állnak át a magevésre, felnőtt korban már inkább magukat esznek. Most a fióka nevelés időszakában a vegyszeres rovarírtás miatt és sok minden miatt valószínűleg kevesebb a táplálék. Másrészt pedig a betakarításnak az idején azért a terményszállításnál a szétszórt magokat ezek rendszeresen nagy verépcsapatokba szedték össze, és most már gondosabban ügyelnek arra, hogy ne szorodjon ki. Tehát régen emlékszünk rá, hogy sokszor ilyen kilométer hosszan volt az utak mellett a búza, a kukorica, ma már ezzel nem nagyon találkozunk, illetve a kisállattartás is ritkább lett. Tehát verépcsapatok akkor jöttek be inkább a városba, az emberek szem elé, a házi veréb is, amikor tyúkokat tartottak, galambokat tartottak, és ezeket a terményeket ezek a madarak dizsmálták. Akkor még távol akarták tartani a verebeket a házaktól. Ez részben sikerült. Ugyan még körülbelül 1 millió költőpár van, téli állományuk kevesebb. Helyüket a 1,5 milliós költőpárral rendelkező széncinegék és más madarak veszik át. És többek között azért is van kevesebb veréb, mert egyre több más madárfaj, például a balkánigellik, az őrvös galamb, ami eddig nem volt a városban, ezek nyomulnak be a helyére. Tehát valószínűleg azért lenne olyan madárfaj, ami elszoporodna, ami jobban bírja az emberek közelségét, de azért a veréb egy elég csalak, mint a madár. Tehát ha ő kipusztul, ott már nagyon nagy gond van. Ez ugyanis azt jelenteni, hogy annyira felborult a természet rendje, hogy az már az emberre is hatással van. Még nagy veszély nincsen. A mezei verebek megvannak, köszönjük szépen. A házi verebek, igen, hát ők azért enyhén csökkennek, de valóban, hogyha a nyugatra tekintünk és látjuk az ottani állapotokat, akkor azért van félelemre okunk. Tehát kevesebb vegyszert kellene használni, az élőhelyeket úgy megtartani, hogy valóban ezek a madarak rovarokhoz jussanak, télen magokhoz jussanak, és akkor nem lesz nagy probléma. Az ornitológus szakember elmondta, ezért is fontos, hogy figyeljünk a sokszínűségre, és próbáljuk azt megőrizni. A házi veréb még mindig nagy számban van jelen, hiszen alkalmazkodó képes. Ha egyáltalán nem etetnénk őket, akkor is fennmaradna a faj, azonban ha segíteni szeretnénk, figyeljünk oda az itatásukra.